Már 1699 fő elhunyt a koronavírus fertőzés következtében hazánkban, péntekre pedig 3286 magyar embernél mutatták ki a kort. Nem csak államilag finanszírozott tesztekkel ellenőrzik a gyanús vagy éppen nem gyanús eseteket, hanem számos helyen önként lehet jelentkezni a vizsgálatra saját költségre, függetlenül attól, hogy érez-e a páciens bármiféle tünetet magán vagy sem. A leggyakoribb tünetek közé sorolható a láz, a száraz köhögés vagy éppen a fáradékonyság, míg a kevésbé gyakori tünetek közé a torokfájás, a hasmenés, a kötőhártya gyulladás és a fejfájás, valamint a szaglás, ízlelés elvesztése tartozik. Tömegesen járnak tesztelni az emberek Győrben is. A városban többek között ebben az intézményben is van erre lehetőség. Ha valakinek nincs semmiféle tünete, ami a vírusra utalna, de szeretne meggyőződni arról, hogy nem kapta el a kort, akkor magánúton is lehet tesztet igényelni. Kétfajta teszt létezik. Két fő csoportja van a teszteknek, az egyik, ami nagyon komoly laboratóriumi hátteret igényel. Ezek az úgynevezett PCR-tesztek, amiket akreditált laboratóriumok csinálnak csak, és szintén egy magas minőségű háttér kell, laborháttér az antitestek mennyiségi kimutatására. Tehát ezt csak kórházak, nagy laborok csinálják. Ez az egyik fajta metodika. Már nem csak a hagyományosnak mondható PCR-teszt van a piacon, számos helyen fellelhető a COVID-19 antigén gyors teszt, ami a PCR vizsgálathoz hasonlóan direkt vírus kimutatáson alapul. Ezen teszt ajánlott azoknak a munkahelyi közösségeknek, akiknek célja megakadályozni a fertőzés bejutását a cég telephelyére, valamint azon magánszemélyeknek, akik szeretnék megvédeni családjukat az esetleges továbbfertőzéstől. De a gyors tesztek is két csoportra bonthatók, az antigén tesztekre is, és az antitest tesztekre is. Az antigén teszt az egyenértékű a PCR teszttel, de lényeges előnye abban rejlik, hogy 15 perc után azonnal mintát, tehát azonnali eredményt produkál. Összevetve a PCR-ral, ami akár kezdetben 24 óra alatt teljesítették a laborok a vizsgálatot, most 48-72 óra is eltelik, hiszen nagyon sok tesztet csinálnak, és kapacitásuk korlátozott. A szakember azt mondta, a jövő valószínű, hogy az antigén tesztekben van, mert azonnal eredményt mutat. Azonban azt, hogy volt-e korábbiakban a páciens koronavírus fertőzött, ez a típus nem mutatja ki, arra csak az antitest tesztek képesek. Ezen az ábrán látható a szervezet vírusfertőzésre adott reakciója, ami antitest termelésben mutatkozik meg. Nagyon jól látszik, hogy itt az első hét napban gyakorlatilag még nincsenek kimutatható mennyiségben antitestek, de ez a fertőzés időszaka. Ahogy említettem, a PCR vizsgálatok és az antigén gyors tesztek valók ennek az időszaknak a tesztelésére. Itt a hetedik napon megjelenik az IgM típusú antitest, és a 14. naptól megjelenik az IgG típusú antitest. Ez gyakorlatilag, ha ebben húzunk vonalakat, látjuk, hogy ahol IgG van, az vélhetően 7 és 14. napon, nap között van a fertőzés, ahol mind a kettő megtalálható, akkor gyakorlatilag a 14. és a 21. napon, vagy 28. napon, valahol itt, de amikor már csak IgG ellenanyag található meg, akkor vélhetően több mint 3 hete vagy 1 hónapja lezajlott a fertőzés. Az Oxigén hírügynökség stábja szemtanúja lehetett egy antigén tesztelésnek. Miután kikérdezzük a pácienset, egy mintavevő pálcikával az egyik órjáratból veszünk 10 másodpercig mintát. Előre elkészítjük a pipetta alsó részébe a 10 csepp pufferoldatot, így a lehető legrövidebb idő alatt a mintavétel után bele tudjuk helyezni a pálcikát. 10-15 ször kimossuk, megnyomkodjuk azt a pipettát, ez egy puha műanyag, belemossuk a folyadékba a mintavételi anyagot, majd 2 percet tároljuk ebben a folyadékban a pálcikát. A 2 perc letelte után kihúzzuk és kinyomkodjuk a pálcikát, az veszélyes hulladékba kerül, majd összeszereljük a pipettát, a teteje egy kis csőr képez, és azon a csőrön keresztül abba a kazettába, amit az antigén teszt gyakorlatilag, abba a kazettába egy megfelelő helyre 2 cseppet cseppentünk, és onnan számolunk 15 percet. Akkor helyes a teszt, hogyha a kontrollcsík megjelenik a teszten,
és akkor tudjuk értékelni, hogy az negatív vagy pozitív teszt. Arra a kérdésünkre, hogy mikor negatív és mikor pozitív egy antigén koronavírus teszt, dr. Balogh Renáta válaszolt. Ugye itt látható a kontrollcsík, és alatta pedig a tesztcsíknak a hiánya. Ez egy negatív teszt. A pozitív teszt esetében pedig itt a kontrollcsík alatt, ugye itt a T betű vonalában is megjelenne egy ilyen csík, vagy egy ennél halványabb is lehet akár esetleg, de az ugyanúgy pozitívnak számít. Úgy tűnik, hogy a vírussal meg kell majd tanulni együtt élni. A hírek már szólnak arról, hogy igazoltan koronavírus betegségen átesett, gyógyult betegek ismételten a fertőzés áldozatai lettek és újból megbetegedtek. És igazából minden szervezet másképp reagál, és ha azt is figyelembe vesszük, hogy tavaly még nem ismertük a COVID betegséget, vagy a COVID fertőzést, nincs olyan tapasztalati tényanyag a szakemberek birtokában, hogy erre biztonsággal tudnának válaszolni. De én azt gondolom, hogy sajnos, ha nem is azonnal, de akár egy fél év múlva újból elkapható. A COVID-19 betegséget okozó vírus elsősorban cseppfertőzés útján terjed, például a fertőzött személyek általi köhögéssel, tüsszentéssel, illetve az általuk kilélegzett levegővel. Megfertőződhet bárki úgy, hogy belélegzi a vírust, amikor egy COVID-19-el fertőzött személy közelében tartózkodik, vagy úgy is, hogy a vírussal szennyezett tárgy felületéhez ér hozzá, majd a személyhez, az orrához vagy a szájához nyúl. A COVID-19 betegség az egyes embereknél különböző tüneteket vált ki, a legtöbb fertőzöttnél enyhe vagy közepesen súlyos lefolyású betegség alakul ki, amelyből a gyógyulás kórházi ápolás nélkül bekövetkezik.